Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatos vasárnap estét kívánok mindenkinek! Ahogy ígértem, a délelőtti Daisy-t követően most folytatjuk a streamelést méghozzá a Pókemberrel, és ugyanott tartunk, ahol legutóbb, ha jól emlékszem, akkor szerda este abba hagytuk, úgyhogy folytatjuk a történetet, ami éppen ott tart, hogy a démonok ugye tiszteletüket tették a városházánál, és sajnos ez Miles Morales édesapjának az életébe került, úgyhogy innen folytatjuk a történetet, méghozzá nyomozunk Martin Lee után, aki a démonoknak ugye a vezetője. Úgyhogy nem sokára rá is térek a sztorira, de előtte még
bevezetés gyanánt megcsinálok néhány ilyen mellékküldetést, úgy, mint a rendőrségi tornyoknak az aktiválása, illetve néhány hátizsáknak a begyűjtése, megakadályozunk néhány bűncselekményt, aztán, hogyha ezzel megvagyunk, utána. Utána szépen nekiállunk a történet folytatásának. És már is van itt egy hátizsákunk, ezt magunkhoz vesszük. És hogyha jól látom, ezúttal egy pókember képregény, amit egy kisrác rajzolt. Eddig ennyi cuccot gyűjtöttünk össze az eddigi streamek során. És akkor nézzük, hogy a közelben találunk-e valamilyen bűncselekményt, illetve ha jól látom, akkor van még itt egy torony, amit érdemes lenne meglátogatnunk, sőt, ugye megnyitottuk már a fekete macskás küldetéseket is. És ott világít, látom is már. Akkor most szétcsapunk a démonok között. Akció. Miközben én itt elbánok ezekkel a rossz arcúakkal, meséljétek el, hogy mit veltelt nektek ez a meglehetősen lassú vasárnap. Én ugye délelőtt tartottam egy kis Daisy streamet, ami elég izgalmasra sikerült, érdemes visszanézni annak, aki esetleg nem látta, ugyanis végre sikerült a Daisy-ben bemennünk egy ilyen gáztámadásba, amit túl is éltünk, megszereztem az ehhez szükséges mindenféle felszereléseket. Aztán részese is voltam egy gáztámadásnak, amikor éppen az egyik ilyen katonai bázison voltam. Jött a repülő, és szépen lebombázta a helyet, amit éppen meglátogattam, de sikerült egyébként túlélni. Pedig aztán volt minden, vérhányástól kezdve a vérzésig minden volt, de sikerült megcsinálni. Közben úgy látom, hogy van itt még egy rendőrségi ügy, amit meg kell oldanunk. Járók elő, kis barátaim, hát mit csináltok itt? Nem figyeltek aztán már jól? Meglesztek dátázva.
Na kérem szépen. Ez az. És ez is megvan. Még egy bünténnyel kevesebb New Yorkban. És akkor most itt a közelben biztos, hogy van még egy rendőrségi torony. Azt is megnézem, ott is van, ott világít a túloldalon. Gyorsan nézzük, hogy miről van itt szó. Ez az. Még egy toronnyal kevesebb. Ó, közben itt szól a zene. Ami nem jó. De bolond vagyok, elfelejtettem kikapcsolni itt a háttérzenét. Na, annyi baj legyen. Meg vagyunk ezzel is. Muzsikát nekem. Nekem meg be van dugva a fülem, ugye a fülhallgató, és nem hallottam, hogy fölöslegesen szól a háttérzene. Így is van. Itt van még egy torony. Dekódoljunk jól. Ez az. A túloldalon pedig már is vár ránk egy bűntény, amit jól el tudok intézni pókemberünkkel. Szevasztok srácok, persze kávézgassatok itt, miközben bűnözők ostromolják a várost. Nagy fiú. Ez az. Drugs are maybe my most disliked criminal activity. Definitely top 5 or bottom 5. However that works. Police are coming, so I'm going. Na. Azt nézem. Hogy még mindig bőven akad rendőrségi torony, amit nem szabadítottam fel. Hú, van egy teljes kerület, ahol nem szabadítottam fel a rendőrségi tornyokat. Na se baj. Majd útközben sort kerítek erre is. Közben itt megint valami action van. Jaj, nem látok semmit. Mi történik itt? Fönt vannak a tetőn. Ó, igen, fönt vannak a tetőn. Hát, na hát. Hát ezt nem biztos, hogy túl fogom élni, de azért megpróbáljuk. Thank you.
Hát ez elég szépen. Ezért szépen a levegőbe repítette szerencsétlen pókembert. Hát gyönyörű volt, ahogy elrepült a messzire. Szavasz Balázs! Köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Folytatódik a nagy pókemberkedés. Most épp egy picit bemelegítek mindenféle bűnözőkkel, meg rendőrségi tornyokkal. Aztán folytatom a történetet. De megint szükségem van egy kis bunyózásra, hogy bele jöjjek itt a nagy pókemberkedésbe. Közben ezek az átkozott démonok itt. Itt balhéznak az utcán. De mindjárt a körmükre nézek. Nagyon csendesek vagytok ma a chatben, kedves nézőim. Vasárnap estére mindenki elfáradt? Vagy mi történt? Mindig csak a bunyó. Bad mojo, officer. Real bad. All units, officers are in pursuit of multiple masked hostiles. Any officers near firehouse, please copy. Itt van valahol egy hátizsák. Ah, itt van mellettem, baszki. Észre se vettem. És itt valahol van. Aha, ezt akartam. Egy olyan... Kicsit... Egy ilyen lopakodósabb küldetés következik, ahol szépen egyesével le lehet szedni a rossz fiúkat. Osborne's gonna wish he remembered who his friends are. Na. Szépen egyesével leszedjük ezeket a fiúkákat.
Ó. Oh. Nem így terveztem, de így is jó lesz. Miért gondolják rögtön, hogy pókember itt van csak azért, mert ledől egy állvány? Inkább azzal kellene foglalkozni, hogy az állványok rendben legyenek. Nem rögtön szerencsétlen pókemberre gyanakodni. Hogyha ledől egy állvány, akkor rögtön pókember keze van a dologban. Ez nem igazságos ám így. A lámpás csávót kell elintézni majd hamar. Nehogy ám aztán itt megvilágosodik, hogy itt vagyok felette. Ó, oh, és észrevettek, pedig biztonságos volt. Mutatom. Drugs in the concrete mix. That's my theory. We'll need probable cause to get on site to confirm it. You'll have it. You're done. Oh, bassus. Ó, oh, és még mindig vannak. Hát nem fagynak el soha ezek a rossz fiúk. Komolyan. Végső hullám. Sose lesz vége. Mondjuk igen, az nem lenne baj, hogyha használnám a kütyűimet. We don't need to get it.
Na végre. Szevasz Jézus! Köszi szépen, hogy benéztél ma este. Folytatom a pókemberkedést, és épp sikerült megint kitisztítanom egy ilyen építkezést. Kicsit bele is fáradt a kezem ebben a nagy gomnyomkodásba, de sikerre jártam. Kaptam 10, van bázis élmém, úgyhogy nézzük már meg, hogy meg tudok esetleg nyitni valami új ruhát. Hát ha. Nézzük például. Yes! Megnyitottam a vörös pók ruhát. Mennyire király már. Jaj, nem ezt akartam. Akkor most egy picit vörös pókként fogok akciózni. És akkor, hogyha már így alakult, akkor felszerelem Parkert mindenféle cuccokkal. Ó, nincsen-e? Nincs hozzá elég. Ehhez sincs. Hogy ezeket mind meg kell vásárolni. Persze, hogy mindet meg kell vásárolni, mégis mire gondoltál, Petikém? Na! Bekapcsoltam három képességet. Hol a csalik? Na, ezt majd bevetem. Minden esetre most egy picit vörös pókként fogunk, Scarlet Spiderként fogunk akciózni. Ő az egyik kedvenc pókember karakterem egyébként a képregényekben, Ben Reilly. Ő volt a vörös pókembernek a klónja, és pont most egyébként egy olyan sztori zajlik az Amazing Spider-Man képregény sorozatban, ahol Ben Reilly ismét átvette a stafétabotot Petertől, úgyhogy nem olyan régen elolvastam ezt a képregényt, és tök érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy meddig fog tartani ez a status quo, hogy nem Peter a pókember, hanem Ben Reilly a klónja, aki egyébként a képregényben egy multinacionális vállalatnak az alkalmazottja pókemberként. Érdekes koncepció. Na, nem sokára folytatom egyébként a történetet itt a pókemberben, de még mindig van néhány torony, amit fel kell szabadítani, idézőjelben mondva. Úgyhogy azzal is haladni akarok egy picit, hogy a teljes térkép láthatóvá váljon közkedvelt pókemberünk számára. Itt is vagyok. Na nézzük, kódoljunk. Ez az. Még egyel kevesebb. Mármint, hogy egy teendővel kevesebb. És akkor lássuk, hogy merre vezessen innen az útunk. Arra felé van egy rádiótorony. Igen. Nézzük csak, hány rádiótorony van még, amit meg kell fel. 1, 2, 3, 4, 5. Na jó, akkor legyen az, hogy nagyon gyorsan az összes rádiótornyot felszabadítom, ami még hátra van, és akkor végre teljessé válik a teljes térkép.
És akkor ezzel többet nem kell foglalkoznunk. Legyünk túl rajta. Nem igaz, pókember? Hopp, itt a torony. Dekódolóval lehet nézni az HBO-t. Szerencsétlen pókember nincs ideje HBO-zni. Folyamatosan az a feladata, hogy New Yorkot megmentse a mindenféle rossz lelkű alakoktól. Nincs ideje, hogy megnézze a Succession harmadik évadát az HBO Go-n. Borzasztó. All work, no fun. Itt a hátam mögött van valamerre még, ebben a kerületben egy rendőrségi torony, amit fel kell szabadítani, és hogyha azzal megvagyunk, akkor utána már csak egy kerület marad hátra. Aha, ott van. Hopsza. Autós üldözés in progress. Basszus! Triggered a bomb. I've got to disable it. Hoppá. Hát majdnem sikerült tökéletesen megoldani ezt a bűntényt, de nem teljesen. Tehát, hogy azt a bombát... Oh. Szóval be kellett volna hálózni ezt a bombát, mielőtt felrobban, de hát pókember sem lehet tökéletes. Na, itt is megint valami balhé van. A nyomkövető rakéták nem annyira menők. Gyerünk, köcsi! Szia Timi, köszi szépen, hogy benéztél. Miért dolgozol vasárnap este? Mi történik? Perfect.
Na, ott a rendőrségi tornyunk is. Na, Hell's Kitchen-t teljesen felszabadítottuk, már ami a tornyokat illeti, úgyhogy most már csak egyetlen egy kerület van, ahol foglalkoznom kell a tornyokkal, azt hiszem 4 darab vagy 3 darab van talán. Mennyi van még? Nem, még 3 darab torony van, amit meg kell, fel kell szabadítanom. Miért mondom mindig ezt? Nem felszabadítom én ezeket. Na teljesen mindegy, még 3 tornyot kell. Na közben, Timi 2-in van nyomja, bent vagyok az uszodában, de másodállásomra dolgozok előre, épp lakáshirdetéseket írok. Jaj, el is felejtettem, hogy egyszerre most 2 melód van. Hát kitartást kívánok hozzá, Timi. Bízom benne, hogy már nem tart sokáig se az uszodás, se a lakáshirdetés írás, úgyhogy kitartást kívánok. Na, még egy megállomás megvan, és most már szerintem tényleg már csak egy van.
Közben Tim írja, és dilemmázok, hogy lassan telefont kellene cserélni, de nem tudom, mi legyen, Samsung vagy iPhone, az élet nagy kérdései. Hát, bár nem kérdeztél, hogy melyik legyen, én a Samsung telóra szavazok. Na, ide nem sokára visszajövünk egyébként. És milyen, melyik egyébként, Timi, mesélj, hogy melyik Samsung és melyik iPhone áll közel a szívedhez egyébként. Melyik telefonok között vacilálsz? Na. Yuri, I'm looking at a Fisk site where there's a lot of people, but not much work getting done. That you can see. They're keeping it under wraps. I'll turn over some rocks. Don't get me wrong. We still got resources, but we've got to play more carefully. To me, this is where we show what we can do. And we're management material. Smart man. And when the boss gets out, he will get out. You guys should do good. S21 Ultra vagy 13 Pro Max. Hú, hallod, Timi, nem aprózod el. Látom, csúcsmobilokban gondolkodol. Nice. Őszintén szólva egyébként én úgy voltam vele, amikor teszteltem az új Samsung telókat, hogy szerintem az S21 Ultra az egyébként ilyen too much. Tehát, hogy szerintem azt a benne lévő százszoros zoomot nem igazán használja ki az ember. Én azt túl soknak éreztem, és annyival szerintem az S21 Ultra nem tud jobban fotózni, mint egy sima S21. Úgyhogy nem tudom, de nyilván te fogod tudni, hogy mi az, amire igazán szükséged van. Én egyébként, amikor nézegettem azok a telefonokat, egy picit úgy éreztem, hogy az S21 Ultra az ilyen... Egy csomó olyan funkció volt benne, amit én biztos, hogy nem használnék ki. Tehát, hogy a 8K videórögzítés, meg tényleg a százszoros zoom, ami ilyen érdekes feature, meg tök durva, hogy képes rá a telefon, de hogy az életben valószínűleg soha nem fogod használni rendszeresen. Tehát, hogy kipróbálod meg minden, látod, hogy mi van, és igen, Jézus jól mondja, szerintem érdemes inkább az S21 Plus-t választani, és mit tudom én, abból az összegből, amennyivel többe kerül például az Ultra, inkább vásárolni hozzá egy király tokot, vagy valami ilyesmit. És ugye közben Tim írja, az Apple-től visszatart az, hogy nem tudok fizikailag két SIM-et belerakni, ez egyébként igaz. Egyébként érdekes, hogy miért használsz egyébként két SIM-kártyát? Külön használod a céges mobilnak, illetve a magánszámodnak? Vagy miért van szükséged egyébként két SIM-kártyára, Timi?
Na. És még mindig nem vettek észre? Ó, de észrevettek, a második hullám már észrevett. Hát jó, akkor... Jaj, azt várom már, mikor visszatudom majd lőni ezeket a rakétákat, de azt a képességet még nem vásároltam meg egyébként a jó öreg pókembernek. Na végre. Melószín vagy saját szín. Értem. Ja, hát igen. Ugye az iPhone-nál esetében csak akkor lehet egyszerre két kártyát, hogyha az egyiket eSIM-ként használod. Valóban két fizikai SIM-kártya. Na, még mindig vagytok? Hol? Na tessék!
Egy gonddal kevesebb. Na jól van, akkor szerintem most jön az. Egyébként látom, hogy Jézus írta, hogy az iPhone-t elvileg nehezebb meg pegazuskodni. Ez valójában nem igaz, mert hogy pont az iPhone-ról derült ki a pegazus botrány idejében, hogy például iMessage-en keresztül egész ügyesen meg lehetett hackkelni a telefonokat, tehát hogy olyan hibát használt ki a pegazus, amiről eddig senki nem tudott, és a legtöbb újságírónak, aki szerepelt ugye a Pegasus botrányban, és visszatudták fejteni a számát, az mind iPhone-os volt. Például a magyar vonatkozású visszafejtett, akiknél kiderült, hogy lehallgatták a telefonukat, az bizony mind iPhone volt. Úgyhogy az Apple szereti egyébként hangoztatni, hogy az ő rendszerük biztonságosabb, mint az Android, ami bizonyos szempontból egyébként igaz, hiszen az iPhone-ra ugye sokkal-sokkal nehezebb ugye olyan alkalmazásokat telepíteni, amik esetleg kárt okoznak, de sajnos arról van szó, hogy azért annyival nem biztonságosabb az iPhone sem, mint ahogy állítják. Nyilván nekik az a fontos, hogy az ember azt higgye, hogy ha iPhone-ja van, akkor ilyen iszonyatosan nagy biztonságban van, de hát sajnos ez nem igaz, inkább csak marketing. De egyébként, tehát hogy azt is hozzá kell tenni, hogy ezt a Pegasus-os visszafejtést azért volt egyszerűbb iPhone-on kimutatni, mert ugye ott a zárt rendszer miatt, azt hiszem, de hogy ott egyszerűbb, tehát hogy iPhone-on egyszerűbb kimutatni egyébként, hogyha ne adj Isten, a Pegasus szoftverrel behatoltak a telefonodra, mint az androidos operációs rendszer esetében. Szóval vannak ilyen érdekességek. Visszatérve egyébként az eredeti kérdéshez, én egyébként azt gondolom, hogy tényleg egy S21 Ultra. Szerintem az tök jó lehet, de természetesen a választás a Steamié. Semmisítsd meg a démonokat, ez most a cél. Gyere, Pajti, pihenj le. Az a baj, hogy ilyen dagi karaktert nem lehet ám csak úgy. Vagy igen? De! Ó, azt hittem, hogy a dagi karaktereket nem lehet így. És most nem body shamingelni szeretnék természetesen, de azt hittem, hogy nem lehet őket felhálózni, de tévedtem. Jó fiú. Imádom ezeket a küldetéseket, ahol így szép lassan egyenként levadászom ezeket a rossz arcúakat. Nem kell mindig bunyózni, néha érdemes ésszel. Na, és akkor meg is vagyunk, kvázi.
Szépen elintéztem mindenkit. Okay, that's all of them. Lássuk, hogy mi van itt. High security lock. They use these on banks, not recycling centers. Maybe if I can find where it gets its power from. Looks like I could override the circuit. Need my electric webs. Elektronikus háló! Bevetésre kész. Oh. Mármint, hogy elektronikus háló. It looks like the circuits need a little more juice. There. Looks like the circuit's still stable. Maybe there's another junction box close by. Gotcha. Almost there. One more box should do it. Szezám, tárulj! Na gyerünk, 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 gyerünk. Hú, már egy órája tart a stream. Gyorsan megy az idő, hogyha az ember pókemberkedik. Where they're planning to attack. Wait. These are Osborne campaign offices. Dráma van. Dráma van, kedves nézőim. Iszok is itt a nagy ijegységre. Na lássuk. Lots of high-tech equipment. Maybe later I can recycle this stuff into some weapons of my own. Közben Oberon is felébredt. Explosives from Fisk's construction site. És meg is érkezett ide közénk. Guns from Fisk's armory. Truck bombs. This is crazy. This wasn't a gang war. The demons were stealing from Fisk to go after Mayor Osborne. Hey, did you find Lee? No, but you were right. Hát ezek nem viccelnek, így van Jézus. Elég rendesen felkészültek, teljesen elfeledkeztem már erről a részéről a történetnek. This time on Norman Osborne's campaign offices. We must have some kind of beef with Norman Osborne. I found an address here. I think it's their staging area. If I hurry, I might be able to stop them. Be careful. Óvatosság a középső nevem, Mary Jane. Yuri, it's me. Make it quick. I'm busy getting yelled at by my boss. Martin Lee and the demons are planning another attack, this time on Norman Osborne's campaign offices. Are you sure? We've had a lot of false leads in the past week. Trust me on this one. I'm sending you the address of a recycling center. You'll find all the evidence there. Got it. I'll get those campaign offices evacuated. But if you're wrong about this, you're gonna help me find a new job. Yeah.
Gyerünk, Póki! Közben Balázs írja a chatben, mikor voltam rövid ideig egy mobil szolgáltatónál, a rendszer része egy black box, amit felkonfigurálnak, mikor létrehozzák a rendszert, és odaadják a kulcsot a nemzetbiztonságnak, azon átmegy minden forgalom, és a szolgáltató nem is nagyon fér hozzá utána. Ejha, az azért érdekes. Na. Consolidated shipping. Marad a konzervdoboz, igen, egyébként. Obika, mi van? Szevasz. Na. Action van. Kérem szépen. Tapadóakna. I can use that stuff I found at the recycling center. Nice. Love using bad guys' own weapons against them. Oopsie daisy. And that, my friends, is what karmic justice looks like. Hogy tetszett a tegnapi Batman trailer? Nagyon tetszett egyébként. Beszélgettük már itt reggel a Daisy stream során, hogy milyen volt, de hogy főleg az tetszett benne, hogy olyan Batmannek tűnik ez, amilyet még nem láttunk filmen. Na hát ennyit a nagy lopakodásról közben. Úgyhogy abszolút pozitív számomra az új Batman. Közben a telefonomat leveszem az asztalról, mert folyamatosan izeg, mozog. Na hol van a többi jó arcú? Miért nem látom őket? Ja, ott vannak a másik túloldalon. Hát persze. Hát ez így nem annyira jó, kis barátaim. Ez jó volt. Felrobbantotta saját magát a szerencsétlen. Ez tetszett. Here. Better check inside. Huh. Invoice from an auto shop. Pale Horse Rides. That's one expensive tune-up.
What else can I find around here? They have bases all around the city. Ó, démon raktárak, nagyszerű. Még több tennivaló, nem fogunk unatkozni. Közben fejlesszük már a cuccaimat, nem igaz? Mi baj lehet? Nem fordítok elég energiát. This is bigger than I thought. Looks like the demons have an army. Hűha. Hűha. Új típusú ellenfél. But it was definitely not this. Oi, oi, oi. Hey, MJ. I think I stopped the demon's attack on Osborne's campaign offices. Nice. Finally. No, but I found something we should look into. A place called Pale Horse Rise. Sounds familiar. But I'll check it out and get back to you. Hoppá, 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 hoppá. Ó, oh. Ezek Silver Sable-nek az emberei, most már emlékszem. Ők lettek felvéve. Szevasz, Silver! Nice entrance. Solid 8 out of 10. Explanation, please. This is Silver Sablinova, head of Sable International, a private security force, paid for by Mayor Osborne. Oh, the mayor has a pet army now? Next time you get in my way,
I will not be so gentle. Ejnye. We'll talk later. És még hol vannak a szuper bűnözők, ugyebár? Na, szintlépés. Ez az. Hey, sorry about that Sable thing. I should have told you earlier, but it all happened so fast. It's okay. We're still best buds. We're not best buds. Well, that took a dark turn. Anyway, Sable has the mayor's ear and unchecked authority. We've searched that address you gave me, found plenty of evidence of a bomb plot, but nothing that leads back to Martin Lee. I'm working on that. Hey, MJ. Hey, so I dredged up some records on Martin Lee's other business holdings. He's got places all over the city. Huh. The locations line up with a map I found at that shipping business. I'll check them out. Let me know what you find at each one, and I'll work on building a case. Nagyon helyes. You got it. I'm headed to Lee's office at Feast to see if I can learn more about why he's doing this, and what he's got planned next. Okay. Say hi to May for me. Wait, you don't think she's in danger, do you? No. Lee's only got one target on his mind, Norman Osborn. Na, nézzük képességpontokkal, hogy állunk, és hogy mire költsünk. Ez tetszik. Jönnek a légi trükkök. Jó, el is költöttem a pontjaimat. Ja, imádom ezeket, hogy nyomod a gombot és különböző trükköket csinál pókember hálóhintázás közben. És ezzel lehet tölteni a fókuszcsíkot. Nyugi van. Moss Street, the main street of Chinatown. Touristy, but fun. Ground team, this is control. What's the situation in the Lower East Side? Outpost X-ray under attack. It's the demon. Hmm.
Mit akarok? Egy ilyet akarok. Kipüstölni. Ilyet még nem csináltunk. One's inside feeling left out. Na, és akkor most gyerünk befelé. Hupszi. MJ, I'm at the first location on your list, and guess what I found? Demons? Give the lady a prize. See if you can figure out what they're up to while I introduce myself. Na, Batmankedjünk egy picit. Csak egy egészen kicsit. Csinálj egy 35 elemű kombót. Oké, közbástya. Az biztos menni fog így pikpak. Francba. Hát akkor bunyózzunk. Hú, ez mi volt? Jézusom, ez mi volt? Ti is láttátok? Fény esett egy pillanatra, megadta magát, vagy mi az Isten történt itt? Bring in their buddies in shipping containers. Explains how foreign nationals with criminal records are getting into the country. You guys look mad. I admit, I used all my good quips on the others, but I don't mind repeating myself. Don't kill me! 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 Don't kill me!
Warren. You just kind of want to go home. You gotta go do your job. Na, kipucoltunk egy démon raktárat is. Csuda fasza. MJ, call the police. All the demons are incapacitated. Don't forget to bring me a souvenir. Ó, és megcsináltam a bónusz feladatokat, és hát mennyire ügyes vagyok már. 3 bázis érmét szereztem ezzel. Csodálatos pókember. Mit is mondhatnék? Na nézzük. Keressünk még egy ilyet helyet. Legyen az. Hú, de messze van. De vagy, hát tudok gyors utazni a rendőrségek között, nem igaz? De! Ennyi. Ilyet még úgyse csináltunk. Na, ezért jó, hogy a PS5-ben SSD van. Nincsen már metrózós... metrózós átvezető animáció, mert hogy az SSD-nek hála konkrétan pillanatok alatt történnek a dolgok. What do you know about Sable International? They're an international security firm, usually hired by governments to end revolutions or start them. The last thing we need is a city full of trigger-happy mercenaries. Wow, social media is blowing up. Hi. We can fight, or hear me out. We can barbecue. Can I team drop? Ha-ha! Getting brisk out here. Szia Timi, jó éjszakát kívánok. Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Remélem, hogy végeztél a munkával is, úgyhogy jó pihenést holnapra. Holnapig. MJ, I'm at location number 2. Can you believe these demons wear their masks just like walking around? This make for confusing staff meetings. I'll try to figure out their operation while you throw a wrench into it. 能力还有限度吗？都不是，他的力量更。 Rájuk borítanám a szekrényt, de akkor rögtön kiderülne, hogy itt vagyok. Egyelőre ki akarom használni a meglepetés erejét. Ó. Oh.
Jó. Egyelőre megúsztam. Gyere, cica. Van itt neked egy nagyon jó kis hely a plafonon. Neked is. Gyere szépen. Hopp, észrevettek. Észrevettek? Biztos, hogy így kéne történnie? Istenem. Oh. Hupsi, 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 hupsi. Hú. Na. Még egy démon. MJ, call the police. I've got the place here. Helyszínnél kevesebb. Nice job. Anytime we can get guns off the street, it's a win. Dobj el 10 ellenséget. Hogy lehet eldobni ellenségeket? Erre nem is emlékszem.
Na gyerünk, akkor most csináljunk egy kis sztori küldetést. Times Square. Hey, sorry about that, MJ. Been able to find anything else out about Sable? Whoa, social media's blowing up. They're setting up checkpoints around the city, doing random stop and frisks. This is crazy. No, this is Norman Osborn feeling threatened. Na nézzük, mi történik a Feastnél. Hello, May néni! So if you're running this place while Mr. Lee's out of town, who's doing your old job? Me. But I could always use more help. You know anyone? Actually, I do. His name is Miles Morales. Why does that sound familiar? His father was being honored at City Hall. Oh. I talked to him at the funeral. He's a smart kid. He's just having a tough time. I knew a boy like that once. I remember it helped to, stay busy. Might help him too. Here's his mom's number. Thanks. I'll give her a call. Hey, you haven't heard from Mr. Lee, have you? No, why? I'm just curious. I've got a few minutes before work. I'm gonna look around, see if there's anything else I can do to help you out. Oh, you don't have to. I know. I want to. Na nézzük. I should check out Lee's office. You're okay. Hanging in there. May said you were at the bomb. This office is locked. How do I get in there? Quietly. I don't feel safe anymore. Maybe there's a vent somewhere. Seen that room before. Whoa, what the high voltage lines? What gives this much power? I understand, but the account number is in Mr. Lee's office, which is inaccessible. I will call you back as soon as I can get that information. No, I don't know when that will be. That room I saw from the crawl space. It should be right on the other side of the shrine. Lee's journal. A key. Wonder where the lock is.
This is the ghost story Lee's father read to him. About a demon that could only be mastered through balance. Some kind of puzzle lock. That seems right. Oh. Micsoda, őrületesen komoly feladvány volt ez, kérem szépen. What are you hiding, Lee? Lee's giving his powers to the others. How does Lee imbue these with his power? Bioelectric induction? Compressed phase shift? Lee sure is obsessed with masks. Is it a Jungian thing? Like, he needed to pretend to be someone else to let his darkest feelings out? Pretended to be a demon until he became one. Oh, this is the folder MJ found at the auction house. This might help us figure out what Lee's planning next. It's a burn room, wired to destroy evidence. Hol van? Ja, megvan. Még a három számos lakatot is tovább tartott a Daisy-ben kinyitni, az biztos. Most PTSD-n van miattad, Balázs. Feltéped itt a sebeket. Mi van, Obika? Mi a helyzet? Pajtikám. Hello, Peter. Mr. Lee. Szia. I thought you were out of town. Did you find what you were looking for? Martin, you're back. Didn't get that. Thank you. And heading off again shortly, I'm afraid. Just needed a few things from my office. You must have heard about City Hall. Yes. Tragic. Peter was there. He was very lucky. And an Osborne rally.
I didn't know you were a fan. Well, what matters is you are both safe. Amen. Mit csinál, Szabika? Nincsen víz a pohárban. Nincsen víz a pohárban. I don't think you or May have anything to worry about. As long as you stay away from places you're not supposed to be. Well, I should go. When will you be back? Mi van, cica? When my work is done. Na. Ajajajajajajajaj. Na mi van, cica? Wait! Na. Megint nem bírod békén hagyni ezt a mikrofont, Tobika. Feküdj le szépen. Azaz, találd meg a helyed, Abzika. Ó, megint napfényes New Yorkunk van. Szeretem a napfényes New Yorkot. Golden Hour. I finally got your evidence. Head to the Feast Center in 17th szint. Hoho, képességpont. A nice lady named May Parker. And some really weird stuff hidden in Lee's office. Na. But listen, he's got another attack planned. Obzi. Where? When? Nyugodj meg szépen. But I think he's going to use something called Devil's Breath. Feküdj le. Sounds destructive. What is it? A substance created by Oscorp. Probably a bioweapon of some kind. Nagyon ügyes. I have a folder full of info on it. I'm holding on to it for now. Ügyes vagy. I'll send copies as soon as I can. Okay, we'll check his office. If the evidence stands up, I'll put out an APB. Na nézzük azokat az új készségeket. MJ, hey, just checking in. Peter, hey, can I call you back? I think you'll want to hear this. Wait, why are you whispering? Just in the middle of something. How about we catch up over dinner? My place? Oh, sure. I'll even cook. Cool. See ya. Wait, remember how you told me about Lee's corrupting touch? I think I just saw it in action. How? Some perfectly nice homeless people just jumped me. Thing is, they had glowing eyes. And I remembered Yuri telling me something similar about the guard who released Shocker. So Shocker was working for Lee? It's all connected. There's more. But I guess we'll talk about it at dinner. Yeah, see ya. Dinner? What should I cook? Valami finomat, Petikém, valami finomat. Na, mit csináljunk? Mit csináljunk? Ó, várjunk már, hát még van még egy. Még van egy rendőrségi torony, amit nem szabadítottam fel. Hékás. Hát mi lesz így? Tesz. Oh, hi doctor. How are you? Parker! Exciting news. Come by the lab. Like now? This is my defining moment. Can't wait to show you. Cool. I've got dinner plans. Can I come by later? Dinner can wait. You need to see this, Peter. Okay. Be right there. Mindjárt ott vagyunk, Doki. Csak előtte. This means I have a job again. Felszabadítjuk ezt a torkot. Just for a minute. Call
agent stationed in Little Italy. Need a status update. Control, checkpoint under assault. It's the demon. I have to tell you, Triple J, I used to think you were exaggerating the danger to the city, but after the City Hall bombing, I gotta admit, you were right. A lot of people have been telling me that, congratulating me, but I don't want congratulations. I would have loved for me. Better yet, for those in a position of power who have listened to me and done something. But they didn't, and I'm not sure they'll listen now. Unless concerned citizens like you and I make ourselves impossible to ignore. Stand up! Take your city back! That's the only way we can ever be sure that justice will be done. That, and listening to me every day! Most lehetne választás, hogy mit akarsz főzni, és annak függvényében össze kéne boltonod a hozzávalókat. Kiváló küldetés lenne, lássuk be, ahogy Pókember megpróbál Major Annát levadászni az esti vacsihoz. Imádnám. Na, gyerünk, Doki! Ó, oh, hát ezt nem így terveztem. Work, right? Pretty good, yeah. Good enough that maybe you'd let a certain someone celebrate with us? Fine, but make it quick. The odds were long, the danger close. But between Spider Cop's reckless intuition and the Chief's determined planning, they got the job done. Aw, that's kind of sweet. A pairing of opposites. Like peanut butter and chocolate, or breakfast for dinner. The two work together. And we're done. Talk to you later, Spider Cop. She's coming around, right? Yeah, definitely. Spider Cop. Ten, need an officer to respond to a reported drug deal. Need immediate response to Chelsea, over. Ja, és akkor most megérkeztünk Octo laboratóriumába. Nézzük. Ja, itt a laborban egyébként vannak mindenféle feladatok, amiket ilyen kis fejtörők, amiket meg kéne oldani, és azokért is járnak pontok. Wow, look at all this new stuff. We really need to get better about organizing our workspace. Where did you get all this equipment? Called in every last favor. Took out a few loans. It's like we're starting over once again. But this time's going to be different. Really glad Doc let me store things here after the whole eviction thing. Oh, Peter! I noticed you keep track of Spider-Man's foes. Mob enforcer turned walking tank. Rhino's racked up enough property damage to just Vulture might be the smartest guy up on this wall. Not smart enough to duck three consecutive life sentences, of course. Last time I fought Scorpion, he asked if I knew what my skull looked like from the inside. Then offered to show me. Super fun guy. Gonna miss that humorless grimace. Thank you.
Na nézzük, mi történik itt Otto barátunknál. You've been busy. Just getting started. You know, until now, we've been looking at prosthetics from the wrong perspective. Why restore people to what they were when we can make them better? Okay, I think that should do it. Ready? Everything okay? Damn it! This is all your fault, Norman, you son of a... Nyugi, Doki. Nyugi! Ennyi, ennyi. Ez a sok feszültség. Sorry. I have a habit of making bad jokes in tense situations. It was a good joke, Parker. Just a bit of an overreaction on my part. No, don't worry. Why don't you take a break? I'll clean this up and get us ready for another test. So, hope you don't mind me asking, but it seems you and Norman have a bit of a history. We were lab partners in college. Became friends. Decided to start a business. We both had visions of changing the world, just in different ways. Wait, you were at Oscorp when it started? I'm half the reason it's called Oscorp. In grad school, everyone called us the O's. Add Corp to that, and well, it is a catchy name. Well, why'd you leave? Norman became more and more obsessed with genetics. He started a project I considered unethical. Na hát, na hát. Milyen projekt lehetett az? The lawyers got involved. I chose to leave in exchange for a settlement. But that money didn't last very long. I've relied on grants ever since. If this project doesn't work... Don't worry. It'll work. Let me just fix this up. I'll brew some fresh coffee. Be sure to run a diagnostic on the control unit. Could be a short. Oh, ez fájt. Huh. No good. Gotta reroute this circuit. Ez így nem lesz jó. Várjunk csak, oké. És meg is vagyunk. Oh,
Why don't you do the honors this time? I think we did it. Next step, neural interface. That's a lot of work for you to do by yourself. Sure you can handle it? Apparently not, judging by today's debacle. Because I still haven't found another job. My funds are still... I know. It's okay. Don't worry, I'll figure it out. What's a few bucks when you're trying to change the world, right? To changing the world. Ah, milyen kár. Missed call from MJ. Doctor, I need to go, but I'll be back later. Don't worry, the work will still be here when you get back. Na. What's that? Jaja, itt vannak a fejlesztések, amiket meg kellene csinálni, meg lehet csinálni. Logic controller for the microcables Doc's been theorizing. De most ennek most nem állok neki, majd később visszajövök. Aztán csinálok ilyen fejlesztéseket, amik nyilván szükségesek lesznek ahhoz, hogy később tudjak mindenféle. Print a web shooter. What is this stuff, Doc? Looks like armored plating. Defense prototypes. Fascinating, really. Ames requested a number of samples of my work. Who am I to deny them my genius? Kidding, of course. Wait, is this the raft? Are you doing work for the Supermax prison? Indeed. They're soliciting bids to modernize their security grid. Figured I'd try my hand. Lucrative contract, and a satisfyingly difficult nut to crack. Na szóval, majd ide később vagy visszajövök, hogy pontokért szerezzek itt mindenféle cuccokat. Ja, és közben lett új. Nézzük csak, milyen új ruha. Ó, a punk. Hoppá. Ott lesz a punk pókember. És meg is tudom vásárolni, ahogy nézem egyébként. De hogy nem akarom még. Punk. Punkpók. Na minden esetre egyelőre maradjuk a vörös pók ruhánál. És akkor nézzük. Hogy? Azt nézem, hogy mindjárt 9 óra. Megint szintet lépünk. Szerintem, igen. Szintet lépünk, nagyszerű. Hey, sorry I missed your call. Were you still on for dinner? Dinner? Oh, yeah. I was calling you about something else, but... Nőtt a sebzés. Yeah, we should talk over dinner. The offer still stands for me to come over and cook. Oh, really? Well, I like to take risks. I'm still out, but I'll grab some stuff at the store and let you know when I'm home. Okay, talk soon. All right, dinner at MJ's. Low expectations. It'll be hard to screw this one up. Guess I'll just freelance for a while until she calls. This is Sable Control. The boss wants a sit rep on the garrison in Chelsea. Outpost X-ray under attack. It's the demon. Hoppá. Ah, klasszikus pókhálóvető. My Mark 1 web shooters. Managed to improve the storage capacity a lot since then, but the basic design's still the same.
got an interesting tip today. Remember that barbaric beast named the Rhino? Apparently last night he almost escaped from his cell in the raft. How, you ask? Well... I literally didn't see that coming. Oh. Schatzel. Appreciation on the Sable guys is all the reward I need. Nah. Or is that constipation? És akkor, mivel 9 órát ütött az óra, úgy ma estére befejeződik a pókemberkedés, viszont a héten valamikor innen folytatjuk, lehet, hogy már holnap este. Abszolút nincs kizárva, hogy holnap este ismét pókemberkedem, miután végeztem az edzéssel, viszont ma estére befejezem a kalandozást New Yorkban. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ma este. Kicsit csendesebb volt a chat a szokásosnál, de annyi baj legyen. Bízom benne, hogy alapvetően azért jó szórakoztatok, és akkor jövő héten, vagy holnap, vagy kedden találkozunk újra egy kis pókemberkedéssel, vagy egy kis Daisy-vel, ezt majd megírom a Discordon, és további kellemes vasárnap estét kívánok mindenkinek, pihenjétek ki magatokat holnapra, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok, legyetek jók, készüljetek fel a jövő hétre. Csáá!